Január 1-e és január 31-e között van lehetőség a gazdálkodási napló beküldésére. Ennek elmulasztása az előző évi támogatási összeg akár 30%-ának az elvesztését jelentheti. A beküldendő kötelező adattartalmat a pályázati felhívások tartalmazzák. A határidő mindenkit érint, akik a különböző mezőgazdasági célprogramokban részt vesznek. Január 31-én az arra kötelezetteknek, gazdálkodóknak egy bevallási időszak fog lezárulni, felhívnánk a figyelmet az agrárkörnyezetgazdálkodásban résztvevőknek, illetve ökogazdálkodóknak, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert ez a későbbiekben a ellenőrzésnél szankcióval járhat. A beküldést kizárólag elektronikus úton lehet teljesíteni. Az összes érintett jogcímre vonatkozóan egyetlen gazdálkodási napló beküldése elegendő, tette hozzá Rácz Imre, aki azt is elmondta, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete térségi agrárfórumot tart Vásárosnaményban. A rendezvényen szó lesz a jelenlegi aktualitásokról és a magyar agrárium jövőjéről. Kiemelt téma lesz a termelői összefogás fontossága. Ezzel kapcsolatban a fórum résztvevője lesz dr. Nagy István agrárminiszter, tette hozzá az elnök. Akkor ígéretet tett miniszter úr, hogyha a betakarítási időszakban eljövünk és kitárgyaljuk azokat az okokat, hogy elkövetkező időszakban ez ne forduljon elő, és most lenne az az időszak, hogy miniszter úr hozzánk látogat, és azokról a problémákról beszélgetnénk, ami ezt kiváltotta, vagy ki elkövetkezendő években, ha el tudjuk kerülni, akkor ez ne következzen be. Szeretnénk itt feldolgozók jelenlétében és a gazdálkodók nagy többségével egy olyan megállapodás felé elmozdulni, ahol szerződési kötelezettséget vállalna a termelő is, illetve a feldolgozó is. A fórum témája lesz az is, hogy évente közel 100 000 tonna gyümölcs feldolgozására nincs meg a megfelelő kapacitás, mondta Rácz Imre. Ezért mindenképpen szükség van a megye számára egy olyan feldolgozó üzemre, ahol a megtermett többlet gyümölcs feldolgozása biztosítható lenne.